Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Schmuck Erzsébet közgazdász, környezetvédelmi aktivistaként kezdte, volt már államtitkár is, és éjjel-nappal hatalmas vödrökkel, zöld festékkel elméletbe próbálja a világot zöldre festeni, nehogy azt higgyék, hogy igazából vödörrel is fest, hanem azért dolgozik, hogy zöldebb legyen a világ, kezit csókolom. Na, hogy megy ez a világ zöldre festése az LMP-nek? Hát, nagyon nehéz nyilván, mert nehéz nagyon sok nehéz, hát a vödör is igen, eléggé nehéz. Nagyon nehéz a döntéshozókkal megértetni, hogy milyen súlyos kihívásokkal nézünk szembe, és ezeknek a kérdéseknek a kezelése és a megoldása sokkal-sokkal fontosabb, mint a rövid távú érdekek. Hát én most gondolok itt nyilván az éghajlatváltozásnak a gyorsulására, vagy a természeti értékeknek a gyors pusztítására, meg a zöld felületeknek az elvételére. Ezekkel valamit kezdeni kell. Persze, önök azt mondja, mennyivel vagyunk mi Magyarországon működő zöldek, nem akartam magamat zöldnek titulálni, önök mennyivel vannak lemaradva a többi európai tagállam, az uniós tagállamok között a zöld törekvéseikkel? Remélem, önök nem fogják leszerelni az atomerőművet, mert nincs helyette más, de mennyivel vagyunk mi rosszabb vagy jobb helyzetben, mint a többiek? Én azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy mik a mi céljaink, akkor a mi céljaink is radikálisak olyan értelemben, hogy valóban sikerüljön az élhető környezetet megtartani. Viszont abból a szempontból én azt gondolom, hogy eléggé rossz helyzetben vagyunk, hogy a mi kormányunk hogyan viszonyul ezekhez a kérdésekhez, hiszen a környezetvédelemnek az intézményrendszerét 2010 óta szisztematikusan lebontotta a kormány, megszűnt az önálló környezetvédelmi minisztérium, a környezetvédelmi hatóságok gyakorlatilag Bólogató Jánossá váltak, és ezt nagyon-nagyon sok példán tudjuk igazítani. De ezt nagyon sok példán tudjuk, és tudom én magam is bizonyítani. Gondoljunk például most arra, hogy ahogyan az akkumulátorgyárak egyszerűen kinőnek a földből, vagy az akkumulátor alkatrészgyárak, ma Magyarországon egyetlen egy település sem érezheti magát biztonságban, hogy nem kap egyet a nyakába. Éppen most, múlt héten Miskolcon jártam, és ott is az a hír röppent fel, hogy talán Kazincbarcikán is lesz egy újabb, vagy másfél héttel ezelőtt a Gödről hallottuk, hogy ott egy harmadik újabb akkumulátorgyár épül. Tehát azt akarja mondani, hogy akkumulátor nagyhatalommá lépünk elő? Én a valót akarom mondani, akkumulátorgyarmat lesz Magyarországon, és itt nem csak az a probléma, hogy ez egy veszélyes üzemág, és mérgező anyagok szabadulnak ki a környezetbe. Gödön például most derült ki, hogy 2019 és 22 között 88 tonna NMP, ez a mérgező, magzatkárosító oldat került a levegőbe. Tehát itt De ez van egy szervezet, egy állami hatóság, ami állandóan vizsgálja. Hát, hogyha ezt vizsgálná, akkor már tudtuk volna 19-ben, és utána nem történhetett volna tovább. Gyakorlatilag eltussolják az ügyet. Az, hogy ez kiderült, hogy mennyi a mennyi, ezt civil szervezetek kérésére adták ki, ezt az adatkikérést. Tehát itt sokkal, de sokkal komolyabbak a problémák, és hadd utaljak valamire. Én hallgattam a miniszterelnöknek most a március 15-i beszédét. Hát ez egy nemzeti ünnep. Igen, hát hallottuk az általános kampány mondatokat, de én egy dologra felhívnám a figyelmet is, amitől rettentően mérges lettem, és szeretném a miniszterelnök úrnak üzenni, hogy ezzel nagyon nagy baj lesz. Találkozik ő fele hamarosan a parlamentben. Ő azt mondta, a miniszterelnök úr, hogy az nem számít, nem az a fontos, hogy milyen környezetet hagyunk az utódainkra, milyen világot hagyunk, hanem hogy milyen gyerekeket. Az igaz, hogy nagyon fontos, hogy milyen gyerekeket hagyunk, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezetet hagyunk, hogy elmérgezzük atomhulladékkal, majd szana szétszórjuk meg a mérgező anyagokkal. Tehát itt nem lehet ilyen üzeneteket küldeni, hogy nem fontos az, hogy milyen lesz a környezet. Nagyon fontos, ezért tenni kell.
Mit fog tudni ön tenni, hogyha alelnök asszonynak sikerül, hisz előkelő helyen van a listán, sőt a pártelnök társa azt mondta, hogy ő csak szimbolikusan vezeti a listát, és természetesen önt küldik az Európai Unióba. Mit fog tenni, tudni tenni Európából? Az Európai Unióban, tehát a környezetvédelem az közösségi politika, a zöld politika az eléggé előtérbe került, ezt azért látjuk, zöld átállás, vagy például a mezőgazdaságnak is a környezetbarátabbá tétele, de nagyon jól látszik, hogy az Európai Unió is két arcú. Tehát az egyik oldalon, hogy igen, a zöld ügyek fontosak, a zöld megállapodás, a megújuló energia, a természet megújítása, a másik oldalon pedig ott vannak a rövidtávú gazdasági érdekek, és működnek azok a lobbik, hogy ezeket a szempontokat, vagy ezeket az érdekeket gyengítsék. Hát most erre nagyon jó példa, hogy nem olyan régen fogadta el az Európai Parlament a természet megújítási, helyreállítási tervet, ami sokkal szigorúbbnak indult, tehát másfél évvel ezelőtt, amikor a bizottság először, vagy egy jó évvel ezelőtt a bizottság ezt beterjesztette, akkor sokkal szigorúbb célszámok voltak. És közben elkezdődtek a különböző lobbik, hogy hát nem is lehet 2030-ra ennyi területet helyreállítani, mert nincsen pénz rá, vagy nem is lehet olyan ütemben a növényvédőszereket csökkenteni, vagy a glifozátot, ami tudjuk, hogy hát ugye azt állítják, hogy az rákkeltő anyag, tehát hogy magas a kockázata, hogy nem is lehet. Tehát itt ezek az érdekek összecsapnak, és én azt gondolom, hogy az Európai Parlamentben szükség van annak a megerősítésére, hogy több olyan európai parlamenti képviselő legyen, aki érti a jelenünk kihívását, és tudja azt, hogy ezért mit kell tenni, és lobbizik is érte. De ugyanakkor a miniszterelnök az elmúlt megszólalásaiban már arról beszélt, hogy különböző lehetőségek, tehát alternatív megoldások is számba jönnek, amiről azelőtt olyan sokat nem beszélt. Tehát minden be fognak vonni a szélenergiát, tehát alternatív megoldásokat, nem csak erőműveket és nem csak napelemeket, sőt, egyre több. Az a baj, hogy a miniszterelnök úr időnként zöldre igyekszik festeni a kormányt, és ez igazából nem hatásos, és nem is történik. De hát törvények is születtek, hogy... Hát ugye éveken keresztül kérte az LMP, hogy a szélerőműveket engedélyezik. Most talán majd egy oligarchának engedélyeznek, de hát itt van a további kérdés, például a napenergia kérdés, a geotermikus energia, geotermikus energia használata, de igazából nem történtek érdemi lépések a geotermia. Mert nagyon nagy beruházással. Igen, de nyilván pénzbe kerül, hát és miért Paks 2, az nem kerül pénzbe? Hát az hatalmas. Hát az atomenergia sokkal, de sokkal többe kerül, összehasonlíthatatlanul, mint a megújuló. Az Európai Unióban már az atomenergiáról is, mint egy zöld energiáról beszélnek. Na jó, hát ez egy nagy hazugság. Nyilván jön vagy történik az atomenergiának is a zöldre festése. Én majd ezt akkor fogom elhinni, akkor hinném el, hogyha valóban a végét is látnánk az atomenergia kérdéskörének, tehát látnám azt, vagy láthatnánk azt, hogy mi történik a nagy aktivitású hulladékokkal. A nagy aktivitású hulladékokkal nem tudunk mit kezdeni. Nincsen olyan technológia ma, amely azt mondja, hogy ez biztonságosan tudja kezelni. Jogunk van ahhoz, kérdezem, hogy a nagy aktivitású hulladékot majd valamilyen, nem tudom, a föld mélyébe fogjuk, mert azt mondjuk, hogy a nem tudom hol elhelyezhető. Ki tudja azt, hogy mi lesz 50 év múlva, 100 év múlva, 200 év múlva. Megtehetjük azt, hogy a gyerekeinknek, meg az utódainknak ekkora problémát hagyunk jóvá, miközben mi most élvezünk mindent, mert azt mondjuk, hogy minden jár nekünk, és mi élhetünk most jobban. A reaktor építésének a szerződésében ezek a kérdések tisztázva vannak, nincsenek, el kell olvasni nincsenek, a szerződéseket. Nincsenek tisztában, nincsen ma még technológia én arra, végigkövettem hogy most ugyanúgy a Rosszatom által épített, éppen építik Egyiptomba egy hatalmas erőművet,
ahol már ott a helyszínen, a sivatag kellős közepén, tehát magával az erőművel már építik azokat a helyeket, ahova majd a használat. Jó, de csak a problémát helyezzük ezzel ki. Ettől még nem válasz a kérdésre, hogy ez biztonságosan elhelyezhető nagy aktivitási hulladék. Miből gondoljuk azt, hogyha majd a sivatag közepén fogjuk elsüllyeszteni, annak nem lesz ugyanolyan hatása a bolygónkra. Ezt nem tudom, mert nem értek hozzá, de biztos fognak vele foglalkozni. Mennyire fölkészültek a pártja, illetve mennyi szakemberünk van ebbe az országban? Mert az, hogy zöldek akarunk lenni, meg biztos jövőt akarunk, az nagyon szép, de vannak szakembereink ehhez? Nyilván vannak szakemberek, de szeretném emelni, hogy szemléletkérdése is. Egy példát mondjak, nemrég egy valamilyen fórumon vettem részt, ahol a fórumon a másik megszólaló arról beszélt, hogy a problémák megoldását azt a mérnökök kezébe kell adni. Én egy kicsikét mérges lettem, őszintén megmondom, és rögtön utána felszólaltam, és elmondtam, hogy jó, legyenek a mérnökök, de melléjük kellene az ökológusokat is tenni. Az a baj, hogy ökológusok. Szakma. Melyik a szakma? Mind az a kettő, ökológus. De mind a kettő szakma összefüggnek. Tehát egy csomó dolgot a mérnök nem tudhat. Megint egy példát mondok. Mérnököktől jött, hogy a biomassa az, azt égessük el, és milyen jó megújuló erőforrás. Ökológusok már akkor mondták, hogy nem lehet az életet elégetni, nem lehet például a mezőgazdasági területről simán lehordani, lehozni ezt a biomasszát és elégetni, azért, mert ott a talajnak, a mezőgazdaságnak erre szüksége van. Ha akkor nem csak a mérnökök mentek volna előre azon a kérdésen, hogy megújuló energia, hanem az ökológusokat is meghallgatták volna, akkor lehet, hogy ilyen buta irányba nem haladtunk volna, mert ma Magyarországon például a biomasszának az elégetése nagyon jelentős, és ez egyszerűen nem folytatható, mert kiderül, okoz. Hogy máshol is hiány van belőle, igen. És akkor ezt a felsőoktatási intézményekben miért nem orvosolják, hogy legyen elég ökológus, és együttműködés. Egyet értek önnel. Tehát itt az iskolai oktatásról, ugye sokat beszélünk az iskolarendszerről, pedagógus hiány. Egy másik fele nem kap megfelelő figyelmet, hogy milyen ismereteket adnak a gyerekeknek az iskola rendszerbe. Tehát, és nagyon nagy gond, hogy hiányoznak azért ezek az ismeretek. Búcsúzó úr, engedje meg, hogy egy örömírt elmondjak önnek, hogy nálunk a házba mindenki már a 90 éves lakó is tudja, hogy külön tesszük a műanyagot, az üveget és az egyéb hulladékot. Ezek nagyon-nagyon fontosak, tisztelet érte, de azért azt látni kell, hogy ez kevés. Hát igen, főleg akkor, hogyha egyszerre viszik el. Amit mi külön válogattunk és külön igen, tároltunk, ez is megtörténik egyszerre, sajnos. Igen. Már nem, mert odafigyelünk és felemeljük azonban. Köszönöm, hogy dolgoznak értünk, hogy megmeneküljünk, hogy túléljük, és nem csak a jövőt, hanem mi is még élve maradjunk, és szurkolunk önnek, hogy kikerüljön az Európai Unióba, és ne csak Magyarországért, hanem egész Európáért dolgozni tudjon, de addig még sokszor várjuk. Köszönöm szépen. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Smuk Erzsébet, az LMP társelnöke volt stúdiónk vendége. Önök is szummázhatják ezt a rövid beszélgetést, és figyeljenek oda, hogy mit, hogyan, hová tesznek. Ez ugyan nem egy nagy lépés, de kis apró lépésekkel megyünk előre. Következő vendégünk az előzetesük után Gyarmat István volt nagykövet biztonságpolitikai szakértő. Tartsanak velünk!